Őszi harmadik lett az FC Nagykanizsa. A harmadosztály első körének utolsó bajnokján a Balatonfüredet fogadták vasárnap a és maga biztosan négy egyre győzött gombozsol csapata. A kanizsai gólokat a duplázó török Milán mellett Lőrinc Bence és Kondor Kristóf szerezte. A tavaszi szezonból egy mérkőzést előre hozott a szövetség, így vasárnap zárják a 2022-es évet a piros-kékek. Visszakapja Szabó, Szabó bebasz és kimarad az óriási lehetőség már itt volt a nyelvem helyén, hogy és megszerzi a vezetést a Balatonfüred. Nem indult könnyen a vasárnapi meccs a hazaiaknak, hiszen az első öt percben két komoly lehetősége is adódott a Balatonpartiaknak, de ezekkel nem tudott élni Borgulya István csapata. Ami nem ment a Fürednek, az sikerült a Kanizsának. A piros kékek az első veszélyes akciójuk végén büntetőt kaptak, amit Török Milán ki is használt. Aztán még tovább vágta maga alatt a fát a vendégegyüttes, az első fél derekán Farkas kapott sárgát, aztán a védő két perccel később ismét szabálytalankodott, ami után villant is a piros. Duplán büntetett a kanizsa, hiszen a 39. percben Török Milán megszerezte második gólját. Kovács Gyuri osztogat neki némi tanácsot, sorokból, jó tanács is volt, hiszen 2-0! A második fél időre jó mentalitással hagyott ki a hazai csapat, és 10 perc alatt végérvényesen eldöntötte a párharcot. Előbb egy mintaszerű akció végén, a többetes kiagyás után visszatérő Lőrinc vette be a Fürediek kapuját. Majd az 54. minutumban ismét a Lőrinc Gondordúo volt a főszereplő, ezúttal utóbb iratkozott fel a lövők közé. A negyedik gól után visszaesett a mérkőzés színvonala, némileg feljött a balaton Füred, ami a hajrában a szépítésre elég volt, ezt látja révén. A mérkőzés utáni interjúban Borgia István kiemelte, csupa sorsdöntő hibát követtek el az első játék részben, ami meg is pecsételte a sorsukat. A vendégek vezetőedzője szerint az olajbányás stadion gyepszőnyege is nehezítette a minőségi játék kialakítását. Ott voltunk a mérkőzésbe, kijöttünk, láttuk a talajt, láttuk, hogy itt egy ilyen brusztoros mérkőzés lesz, sok párharccal, tehát itt a játékra, sok passzos játékra nem lehetett alapozni de ebbe, ettől függetlenül tényleg jól kezdtük a mérkőzést. Sajnos jött a semmiből egy 11-es, utána jött a kiállítás, ráütöttek egy gólt, tehát az első fél minden olyan hibát elkövettünk sajnos, ami eldönthet egy mérkőzést. Fél megbeszéltük a srácok, hogy kijövünk, kiszállunk, három védő lesz, ami lesz, megpróbáljuk, hát ha tudunk szerezni egy gólt, és akkor visszajövünk a mérkőzésbe, ha nem, akkor kapunk egyet, el, akkor elment a mérkőzés. Ennyi, de nem akartuk semmi színat feladni. Gombos volt a mérkőzés kapcsán, kiemelte. Jól reagáltak minden fontos momentumra, ezért tudták kellő időben eldönteni a mérkőzést. Hozzátette a bekapott gólért kár, de ha félszezonos teljesítmény nézi a csapatnak, akkor meg lehetnek elégedve a szurkolók és a vezetők. Mindig ezt mondom, hogy, hogy az elején még kicsit döcögött, ha jól emlékszem, de, de megyünk a, a célunk felé. Jó dolgoznak a srácok, a tabella mutatja, hogy ott vagyunk a helyünkön, de most is azt mondom, hogy lesz még egy tavaszi szezon, tehát hosszú bajnokság, bármi lehet, de jó úton haladunk. Győzelme után az FC Nagy Kanizsa 5 ponttal előzi meg a negyedik helyen álló harmadik kerületet. Az évből még hátra van az előre hozott bajnoki, vasárnap 13 órától rangadóvár Kovács Györgyékre, hiszen a Kaposvári Rákócit fogadják az olajbányás stadionban.